Az online marketingnek nagy előnye, hogy nem csak mindenféle adatokat lehet begyűjteni, hanem nagyon jól lehet strukturálni ezeket az adatokat a jövőben, és mindenféle folyamat minőségekre rá tudunk látni azáltal, hogy jól nézzük az adatokat. Ugye annyiféle adatot tud felvenni egy analitikai szoftver, amire egyébként a Google Analytics-et ajánlom, mert hogy egyszerűen el tudunk benne veszni, és nem mindig tudjuk esetleg a jó adatokat szemlélni, de most mutatok két olyan ábrát, ami segít abban, hogy bármilyen analitikai szoftvert is használsz, tudjad értelmezni, hogy egyáltalán mit is kell figyelned, meg milyen adatok, jó adatok, illetve milyen eredmények, jó eredmények majd lesznek majd számodra. Az első ábra az arról szól, hogy azt nézzük meg, hogy például egy tartalommarketing irányból érkező látogatói tömeg az hogyan konvertálódik, vagyis lép szintet a különböző szintek között ezen egy valamilyen meghatározott honlapon. Ugye a tartalommarketing, majd erről lesz még szó, én nem szeretem ezt a szót, mert nagyon félrevezető, de a Google is így hívja a saját rendszerén belül, tehát nevezzük így, a tartalommarketing az, amikor valahol máshol megjelenik egy cikked, mondjuk egy vendégcikk formájában meg tudsz jelenni egy másik weboldalon, egy blogon, egy témába vágó blogon, és akkor onnan a cikkből jönnek át a te saját oldaladra a látogatók. És ez a tartalommarketing, amikor a tartalmat használod marketing csatornának. Tehát a tartalommarketing nem a te saját oldaladon a tartalom kifejezetten, hanem az, amikor más honnan tereled az embereket a tartalmon keresztül. Ez a tartalommarketing. Tételezzük fel, hogy beérkezik itt a töltsér tetején X látogató, majd a következő szlájdon látunk konkrét számokat. Beérkeznek itt a látogatók, és ugye ahogy a töltsér szűkül, úgy egyre fogynak ezek az emberek, illetve a minőségük közben egyre inkább emelkedik. Úgyhogy nem csak, hogy megtörténik az, hogy az emberek így átmennek ezeken a folyamatokon, hanem nekünk, mint online marketingben hívőknek és ezt alkalmazóknak ezt a folyamatot, ezt erősítenünk és támogatnunk is kell, tehát számunkra is nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak itt legyenek emberek, mert ide viszonylag könnyű terelgetni embereket, hanem menjenek végig egy folyamaton, és a végén itt vásárlás után ügyfél-lé váljanak. Ugye az ilyen kognitív folyamatokban a legtetején ennek a három osztatú töltsérnek igazából az szerepel, hogy ismernek már valamennyire, tehát felismernek esetleg egy visszatérő látogatáskor, vagy pedig el tudják raktározni a kis agyacskájukba, hogy itt jártak ezen az oldalon, és végül is nem jártak ezzel olyan rosszul. A következő fázisban már a kedvelés, tehát ez az érzelmi szintek így változnak, a kedvelés lép életbe, és a harmadik szinten pedig a bizalom maga is kialakul, ami egy nagyon-nagyon fontos és jelentőségteljes érzület magában az üzletben, hiszen nem vásárolunk attól, akiben nem bízunk. Amikor ide terelünk mondjuk 100 embert egy másik weboldalon található vendégcikkünkből, akkor az történik, hogy igazából a látogatók számára nincsen semmiféle kockázat, tehát hogyha abban a cikkben benne van az, hogy nyugodtan kattints ide és olvasd el ennek a cikknek a folytatását az eredet oldalon, akkor nincs kockázat számukra, mert hiszen nem kell az adataikat megadni, így aztán jönnek bátran a blogra, már ahova ugye irányított, tehát hogy hova irányíthatod, azt látod itt, hogy a saját blogodra egy cikkre, egy YouTube videóra, egy podcastre, interjút készítesz valaki, és arra küldöd rá, tanulmányokat készítesz, és azt publikálod, bármilyen tartalom, amit te létrehoztál, oda átküldöd az embereket, és várható, hogy ebből a 100 ottani látogatóból 75% átjön, tehát 75 fő, mert érdekli őket az információ. Igen ám, de nekünk ez ugye nem elég, mert ezt bármikor el lehet érni, tényleg a leggagyibb tartalommal is el lehet érni, mint ahogy látjuk is a közösségi oldalakon, hogy mennyire gagyi tartalmak, meg ilyen
ilyen nem előrevívő tartalmak is tudnak működni, így aztán mi szeretnénk ugye továbbvinni őket, ezért már egy a látogatók számára egy kicsit kockázatosabb kalandra hívjuk őket, igazából nagyon alacsony ennek még persze a kockázata, de azért mégiscsak vélhetően, feltehetően egy e-mail regisztrációt igényel. Ugye az e-mail regisztrációnak a beiktatása az nagyon fontos lesz majd a nagyon-nagyon hatékony e-mail marketing kivitelezéshez, de igazából annyira elterjedt, hogy ettől nem kell félni, hogy ezt beiktasd, hanem egyszerűen praktikus, hiszen hogyan is tudnál tényleg személyre szabott információkat, meg nagyon tartalmas infókat küldeni, hogyha nem adja meg az e-mail címét. Tehát egy némi kockázatot jelent, és ezért van az, hogy gyakorlatilag 23%, tehát 23 ember, a 100 eredeti ember 23%-a, vagyis 23 ember fog majd abból a 75-ből feliratkozni. Ez egyébként nagyon-nagyon jó arány, lehetséges az, hogy ez kevesebb lesz nálad, az is lehet, hogy ennél több lesz. Ez egy ilyen szám, amivel lehet azért számolni, meg lehet rátörekedni, mert ez egy működhető, tehát lehet működtetni így a dolgokat. Ők feliratkoznak, és akkor kapnak akármit, amit te felajánlasz, hát természetesen elárulod már jó előre, hogy mit fogsz adni, e-könyvet, ilyen biankó, bármire, bármilyen szabad felhasználású dokumentumok, mondjuk ilyen szerződéstervezetek, vagy GDPR alapszabály, meg ilyenek, adatok, a statisztikákat, amiket így nem, amikkel mondjuk te nagyon sokat dolgozol, és nem akarod kirakni a blogodra egy cikk formába, ami számukra persze kényelmes lenne, csak éppen ha mindent kipublikálnál élesben, ezt ugye az ügyfelek nem kell, hogy tudják, de azt nem teheted meg, mert akkor a teljes stratégiád látható lesz mindenki számára, és hidd el nekem, hogy vannak olyan vállalkozó társaid, akiknek a verseny azt jelenti, hogy másokat eltiporni. Tehát soha senkinek nem szabad plusz infót adni ahhoz, hogy téged hogyan lehet könnyebben ellehetetleníteni. Tehát nem csak praktikus marketing szempontból az, hogy e-mail cím bekérések közölsz bizonyos adatokat, hanem üzletileg is egy biztonságos szintet jelent a kommunikációban, tehát nem árulod el minden titkodat nyilvánosan, és ezáltal véded a vállalkozásodat. Tehát ez több szempontból is fontos lépcsőfok. Természetesen adhatsz komplett oktatóanyagokat, kutatásokat publikálhatsz, szakdolgozat szintű írományokat, szóval nagyon-nagyon komolyan lehet itt venni a tartalmat, mert ezek az emberek, akik ezt elkérik és igénylik, ők komolyan veszik azt az információt. Tehát 75%-ot érdekli, tehát sikerült felkelteni az érdeklődést, hurrá, ez is nagyon nagy dolog, de 23% gyakorlatilag véresen komolyan veszi, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert csak őket lehet tovább vinni. Tehát az, aki ilyen kóbor állapotban érdekli az információ, ő belőle nem lesz majd egy lépésben ügyfél, tehát ide a komolyan vevők közé kell őket beterelni, illetve ez egy szűrő is egyben, tehát egy válogatás zajlik ilyenkor, így kasztingolod a saját ügyfeleidet a nagy sokaságból, egyre inkább leszűrve, egyre nehezebb feladatokat téve eléjük, és akkor a végén kiderül, hogy lehetnek-e ügyfelek, tehát ezt így is meg lehet közelíteni. És akkor, amikor ugye megadták az e-mail címüket, majd az e-mail marketingednek, meg a remarketingnek hála nagyon jó biztossággal a 2%-uknak, illetve nem a feliratkozók 2%-ának, hanem a 100-nak a 2%-ának, tehát 100 látogatóból 2 ember készen áll majd cselekedni, ami azt jelenti, hogy konkrétan ő azon túl, hogy feliratkozott, konkrét problémájával vagy kérdésével felveszi veled a kapcsolatot, vagy ha ugye könnyíted a dolgát, akkor azonnal vásárol is, anélkül, hogy kérdezne. Ugye az az oldal is, amin erre a tanfolyamra jelentkeztetek, az egy közepesen hosszú értékesítési oldalnak minősül, azon azért van annyi információ, hogy ne kelljen külön érdeklődgetni, meg kapcsolatot felvenni, még így is megtörténik, csak elenyésző mértékben, hanem mindenki megtalálja a válaszokat azokra a kérdésekre, ami felmerül a fejében, és ne kelljen kérdezni, mert az időveszteség meg elfelejtődik,
meg lehet, hogy nem ér célba az e-mail, és akkor borul az egész, tehát nem jön létre a kapcsolat, hanem legyen ott minden válasz, és akkor megtörténik a vásárlás, és puff, itt átpottyannak az ügyfelek. Tehát alap esetben, hogyha nagyon nem akarsz így igazából foglalkozni a konverzióknak a rejtelmeivel, akkor is legyen a fejedben az a szám, hogy 100, 75, mondjuk 23, de lehet ez 20 is, és 2. 100, 75, 20, 2. Tehát 100 látogatóból 75-öt, hát azért jön oda általában, főleg ilyen tartalommarketingből küldve, mert más az, hogy ő keres és kattint, meg más az, hogy valaki, akiben már ő megbízik, ő küldi. Tehát ez egy óriási különbség. Itt most kifejezetten a tartalommarketingről beszélünk, és 100 látogatóból közülük 75 érdeklődni fog, a 100-ból 23 teljesen komolyan veszi az információt, tehát könnyedén rávehető arra, hogy feliratkozzon, és akkor 2% az majd vásárolni fog abból a 100-ból. Tehát nem a 23 2%-a, hanem a 100-nak a 2%-a. De nézzük meg ezt egy másik megközelítéssel, hogyha tovább tudnám léptetni szegény szlájdot. Igen. Amikor nem tartalommarketingből, tehát nem egy bizalmas helyről érkeznek a látogatók, hanem mondjuk mindenféle helyekről mindjárt végigvesszük, és mondjuk, amit a Google Analytics-ben is majd ki tudsz sakkozni adatokat magadnak. Ez egy mindent marketing funnelnek hívnak, tehát ez is egy marketing funnel, ez egy csatorna, amin keresztül átvándorolnak az emberek, illetve hát nyilván veszteségek is jelentkeznek minden fázisnál, és lehet egy ilyen szám sorral dolgozni, ami itt van, és amit mindjárt végig is veszünk. Itt a kiindulási alap az, hogy nem egy tartalommarketingből jöttek, hanem gyakorlatilag hirdetésekből, illetve a keresőből, tehát valamiféle kulcsszó alapján ő keresett vagy hirdetésre kattintott, hát nem vagy, hanem kulcsszó alapján keresett, és vagy a találati lista organikus találataira, vagy pedig a hirdetésre, ami megjelent, kattintott, vagy pedig érdeklődés alapon mondjuk a display hirdetések más weboldalakon, amiket megjelentettél, vagy épp a Facebookon, mert ott azért, bár a Facebook a közösségi médiához tartozik, mert ott nagyon különleges a kommunikáció, meg maga a párbeszédnek a minősége is teljesen más, mint mondjuk egy egyedi weboldalon, ahol a felhasználók nem is szólhatnak hozzá, de te meg tudod a display hirdetésedet jeleníteni, de ugyanakkor az mégiscsak valamiféle display hirdetés, és például a YouTube reklámok is ide tartoznak. Tehát itt a csatorna tetején az van, hogy SEO, vagy SEM, vagy PPC, vagyis ilyen kattintás alapú bármilyen hirdetési rendszerből érkező emberek. Ugye őróluk azt lehet tudni, hogy valamiféle módon kvalifikáltak, hát a Facebookosok kevésbé, de valamennyire már érdeklődnek. És akkor itt ilyen számokkal dolgozhatunk, hogy 100 000. Képzeljük el, hogy 100 000 ember rákattint, 100 000 embernek megjelenik a te hirdetésed valamilyen formában. Mit várhatunk el, hogy arra hány százalék fog kattintani? Nos, kérlek szépen, a 10% átlagban, mert nyilván csomó kulcsszavad lesz, meg többféle hirdetésed, és egyikre 23% kattint, másikra meg 5%, és akkor eldöntheted, hogy megtartod-e a 23%-osat, és az 5%-osat kiebrudalod, de majd azért a konverziókból kiderülhet, hogy az 5%-os hirdetés az jobban konvertál bevőket, szóval nem kell ilyen adatok alapján nem kell rögtön törölgetni mondjuk hirdetéseket, meg kulcsszavakat, mert meg kell nézni majd, hogy a konverzió az hogyan teljesít, de arra lehet számítani, hogy amikor 100 000 ember előtt elmegy a hirdetésed, akkor 10 000 ember egy 10%-os ilyen átkattintási arányjal meg fogja nézni az oldaladat. Tehát ők lesznek 10 000-en a valódi látogatók. Ugye az előbbi példában 100 emberrel számoltunk, most 10 000-rel, mert itt jönnek ki jól a számok. Tehát 100 000 embert el kell érned, hogy 10 000 látogatód legyen. Ugye itt ez egy ilyen nagyon szűkülő része a csatornának, ez tényleg azt jelképezi,
hogy baromira tűnnek el itt az emberek, tehát gyakorlatilag a 90% eltűnik, tehát sosem kattint az a 90%. De ugye lényeges, hogy az a 10% viszont igen, és velük megyünk tovább. Na most, bármennyire is szépen alakulnak a dolgok, el kell fogadni, hogy az, aki rákattint az oldalra, vagyis a hirdetésünkre, megnézi az oldalt, azoknak a fele, tehát 10 000-ből 5 000 ember egy 50%-os visszafordulási arányt fog produkálni, és ennyien sajnos elmennek tovább. Ez azt jelenti, hogy marad 5 000 olvasód a 10 000-ből, ők a tartalom tényleges befogadói, tehát ők elolvassák, stb. Stb. Ott értelmezik, aztán tovább mennek, vagy elmennek. Tehát ők nagyon-nagyon lényeges látogatói az oldalnak, mert ők is lényegesek, akik kattintanak, mert őértük már fizetünk, de például a remarketingen keresztül őket is meg lehet címkézni, ugye, hát nem mi címkézzük, hanem a Google megcímkézi, és 5 000 embert azt majd utólag is el tudunk érni, tehát ezért nagyon fontos az első pillanattól a remarketing dolgokat így felvételezni, meg a közönségeket létrehozni, de hát ugye ők azok, akik maradtak, hát velük kell foglalkoznunk. Na most, mi várható el tőlük, hogyha azt szeretnénk, hogy feliratkozzanak? Az várható el, és ez tényleg mióta internet van, meg mióta mindenféle frinc-francokat kitaláltak a technikai zsenik, hogy ilyen felugró ablak, olyan kiugró, beúszó, anyám kinya, izegmozog, megszólal, villódzik, bármi, 20%-kal dolgozunk az internet marketing létrejötte óta. Tehát 5 000 olvasóból, aki tényleg elolvassa, 1 000-től el lehet várni, hogy fel fog iratkozni. 20%. Ugye az előző példában ez 23% volt, én szeretek ezzel a 20%-kal dolgozni, mert könnyű vele számolni. Őket nevezzük mai nyelven leadeknek, tehát ők azok, akik vállalják már azt a kockázatot, hogy hajlandóak minket jobban, vagy bennünket jobban megismerni, és hát tűrik azt igazából, hogy kialakul bennük a kedvelés érzése. Belőlük 500-an tényleg potenciális vevők. Ugye a potenciális vevők azok, akik nem, mert ugye könnyű lenne úgy a dolgunk, hogyha tényleg aki érdeklődik, az tényleg potenciális vevő, de nem mindenkinek van pénze. Nem mindenki áll ugyanazon a tudatossági szinten, tehát nem biztos, hogy tudja már, hogy neki az kell. Lehet, hogy csak szeret olvasni, és mindent elolvas, meg mindenre feliratkozik. Akkor nem biztos, hogy azért érdeklődik, mert majd vásárolni akar, hanem már vásárolt valahol máshol, és keresi a visszaigazolást arról, hogy az a vásárlása az jósült-e el, mert ugye nincs neki támpontja. Szóval nem lehet azt elvárni, hogy az összes feliratkozó vásárló is potenciális ügyfél legyen, de az 500 emberre lehet vonatkoztatni ezt a igényünket, hogy ők azért legyenek már konkrét érdeklődők, és konkrétan rá lehessen őket vezetni a vásárlásra, és őket úgy lehet mérni, hogy valamelyik levelünkben kattintanak valamire. Tehát az nem úgy kell mérni, hogy egy levelet kiküldesz, és rákattint 15%-a az összes olvasónak, és akkor annyi csak a potenciális érdeklődőd, mert nem egy levélen kell ezt mérni, hanem egy időszakon keresztül, nem tudom én, egy hónapon, vagy 30, vagy 3 hónapon keresztül, hogy egy rendszeres e-mail marketingben mennyien kattintanak a levélre, és mondjuk egy emberke hányszor kattint, meg hányszor nyit meg egy levelet, mert az is nagyon lényeges, mert ő belőle meg aztán már ténylegesen mindjárt vásárló lesz. Ugye ők az érdeklődők, a feliratkozók 50%-a potenciális vásárlónak tekinthető, ez is egy ilyen arányszám, nyugodtan lehet vele dolgozni, célnak ki lehet tűzni. Ugye amikor a reális célokról volt szó, akkor ugye óriási kérdések mindig, hogy jó, de mennyit akarhatok? Mire számíthatok? Hát erre számíthatsz. Tehát ezek ilyen elvárható eredmények, amik ebben a ábrában vannak, és akkor elvárható az, hogy 20%-a az érdeklődőknek, tehát az 1/5-e
majd vásárol is. Tehát amikor van egy nagyon-nagyon aktív e-mail kampányod, és 500 ember össze-vissza kattingat, tehát tényleg egy 3 hetes e-mail kampányban azt látod, hogy 500 ember kattint, akkor tudsz azzal számolni, hogy 100 vásárlód lesz. Tehát, hogy ennek az egész konverziós dolognak az egy nagyon fontos célja, meg azért nagyon fontos ezekkel tisztában lenni, hogy tudjál jósolni, tudja tervezni a jövőt. És akkor lehet azzal számolni, hogy ugye a vásárlók, hát ez itt a legszűkebb rész, a vásárlóknak a 40%-a hajlandó újra vásárolni. Ők az elkötelezett emberek, ők a lojális vásárlók, akik elégedettek a termékeddel, elégedettek a kiszolgálással, és más hasonló szolgáltató nem nagyon tudja őket elcsábítani. A 60%-ot igen, de lehet, hogy a 60% az úgy nem lesz elkötelezett irántad, hogy más iránt sem, tehát soha nem a lemorzsolódókkal kell foglalkozni, ugye, vagy azok miatt kell buslakodni, hanem mindig azokkal kell foglalkozni, akik maradnak, meg akik mennek tovább a folyamaton. És gyakorlatilag a vásárlók 33%-ánál lehet arra számítani, hogy ilyen ige hirdetőként, szószólóként és hírvivőként is szeretnek funkcionálni, hogy ugye ez azt jelenti, hogy a közösségi oldalaikon megosztják, hogy ezt vásároltam, vedd meg te is, vagy pedig mesélik fűnek, fának, vagy épp azonnal felhívják a barátaikat, és azt mondják, hogy na, azonnal jelentkezz meg, rendeld meg, meg iratkozz fel, meg akármi, és így térítik a népet, a te és a saját érdekeidben is, mert ugye amikor valaki nagyon-nagyon elégedett, és valakinél nagyon betalál egy termék, akkor neki az annyira jó érzést okoz, hogy szeretné ezt a jó érzését kisokszorozni a világba. Ugye a közösségi oldalaknak ez az iszonyatos nagy előnyük, meg fegyvertény a kezükben, hogy ők ezt szolgálják, hogy megoszthatod azt a zenét, amit te hallgatsz, amitől jól érzed magad, megosztod mással, és bízhatsz abban, hogy ő is majd jól érzi magát. Na, ugyanez van a vásárlóknál is, hogyha nagyon-nagyon jól sül el, akkor ajánlani fogják, vagy maguktól, lehet, hogy egy kicsit kell őket noszogatni, és mivel minden lépcsőfokon úgy kell gyakorlatilag kézenfogva átvezetni az embereket, én azt gondolom, hogy itt is kézenfogva át kell vezetni, tehát ha nem ösztönzöd őket, vagy nem kéred meg őket, akkor nem fogják csinálni, hanem meg kell kérni, és akkor lehet számítani arra, hogy a 33%-uk a vásárlóknak, tehát ebből a 100-ból 33 igenis fogja tenni ezt a dolgát, ezáltal ő még elkötelezettebb vevő lesz. Nagy probléma, hogy belőlük lesznek a legnagyobb ellenségek is, de hát ez egy másik tanfolyamnak lesz majd a története, hogy azon túl, hogy ugye ezen a folyamaton végig kell vinni az embereket, ugye az itt az óriási kérdőjel mindig, hogy egyáltalán hány látogatónk van. Mert hogyha nincs meg ez a 10 000 látogató, mondjuk havonta, akkor nem lehet számítani a 100 vásárlásra havonta. Ha megvan mondjuk 5 000 látogató, akkor lehet számítani 50 vásárlásra. És ha te tudod, hogy a termékeid átlagban mennyit termelnek neked, vagy a szolgáltatásod, akkor ki tudod számolni, hogy mennyi vásárlóra számíthatsz, ki tudod számolni, hogy ha növeled a látogató számot azáltal, hogy nagyon sok embert elérsz itt, növeled a látogató számot, akkor majd hogyan fognak alakulni ezek a számaid, és nyilván minden vállalkozásban vannak olyan titkos számok, amiket ugye a tulajdonosok meg a vállalkozók így elvárnak, hogy ő is szeretne annyit kivenni belőle. Szóval ezeket a számokat szépen össze lehet passzítani egymással, és akkor, amikor az a kérdés, hogy van egy 10 000 forintos terméked, és 100 vásárlót akarsz, mert 1 millió forint bevételt akarsz egy kampányból, mondjuk egyik hónapban, akkor neked gyakorlatilag tényleg pofon egyszerű ezekkel a számokkal dolgozni, el kell érned 100 000 embert, és abból 10 000-et rá kell venned, hogy kattintson a hirdetésedre. Természetesen nem csak ezt a csatornát lehet használni, ugye, nem csak a fizetett hirdetéseket, meg a keresésből induló hirdetéseket,
De ugye itt már a folyamat közben beindul az e-mail marketing, tehát maguktól ezek az emberek úgy nem fognak átpotyogni ezen a szinten, itt a feliratkozás után maguktól nem lesznek vevők. Ha te ott nem folytatsz e-mail marketinget, akkor nem lesznek vásárlások, meg ige hirdetők, meg elkötelezett vevők. Tehát ez egy hibrid modell, itt betereled az embereket a fizetett hirdetésekkel, meg a eléggé szakszerű és nagyon szorgalmas SEO tevékenységeddel, és akkor itt már életbe lépteted az e-mail marketinget, és itt már esetleg bekapcsolsz nekik egy remarketing hirdetést, de csak ezeknek, akik feliratkoztak, azt is be lehet állítani egyébként ott a Google-nél, hogy akik azt az oldal részt látták, tehát például a feliratkozó oldal visszaigazoló részét látták, hogy csak a feliratkozottaknak gyűjt egy ilyen célközönséget, és akkor utána rá lehet hirdetni arra a célközönségre, és meg lehet támogatni az e-mail marketinget. Szóval itt már hibrid módon lehet használni az összes csatornát, de az, amikor ilyen nagyon nagy tömegben mozognak, azok a csatorna tetején lesznek, tehát a tölcsérnek a tetején, és akkor az egyre személyre szabottabb megoldásokkal lehet őket átterelgetni a vásárlás, meg a feliratkozás folyamatán, meg a visszatérés és elköteleződés folyamatán.